Ugyanaz a munkakör, mégis kevesebb a női fizetés, akár 50%-kal. Amíg a kezdőfizetésben nem látszik meg a különbség, 5-10 évvel később már 10-20%-os lehet az eltérés, a nyugdíjba vonulás előtt pedig akár 50%-os is lehet a bérrés. A Magyar Szakszervezeti Szövetség női tagozata másfél éve határozta el, hogy tesznek valamit ez ellen. 2016-ban kampányt indítottak és különböző konferenciákat is szerveznek. Az Európai Uniós átlag szerint akkora a különbség, mintha a nők november 2-től évvégéig, tehát összesen 59 napig nem kapnának fizetést. Magyarországon ez akár 72 nap is lehet. Én tavaly az akkor elérhető statisztikák szerint 72 napra tettem ezt az időpontot, és a legnagyobb probléma az, hogy egyáltalán nincs egy megbízható statisztikánk. Tehát ezt ma Magyarországon nem mutatjuk ki. A statisztikai hivatal nem készíti el ezt a kimutatást, és igazándiból ahány statisztikát megnézünk, az annyiféle. Ez a probléma, de a reális az 59 is, és a 72 is sajnos. A bérkülönbségek több okból adódhatnak. Az egyik ilyen, hogy például a társadalom által kevésbé értékelt szakmákat a nők végzik. Ilyen például a szociális munkás vagy az adminisztratív feladatokat ellátók, tette hozzá Herceg Mária. De az is jellemző, hogyha egy nő kerül középvezető pozícióba, neki kevesebb fizetést ajánlanak fel, sokszor a nők pedig alábecsülik saját magukat is, így ha döntés előtt állnak, inkább elvállalják az állást kevesebbért is, csak hogy bekerüljenek a vezetői helyre. Az Európai Bizottság még 2014-ben fogadott el egy ajánlást a bérrések megoldására. Ezt minden ország magának szabályozhatná. Azt teszi abban az ajánlásban, hogy minden ország oldja meg, foglalkozzon vele. Ki hol kevesebb, hol több. Tudjuk, hogy a skandinávoknál sokkal kevesebb a bérrés, ahogy megyünk délre, egyre magasabb a bérrés. Na most Magyarország ezzel nem foglalkozik, velem úgy csinálunk, mintha ez nem lenne. De az Európa többi országában számtalan, vagy számos, vagy a saját kultúrájuknak megfelelően. Például van ilyen, hogy kötelező elkülöníteni a bérmegállapodásokkor egy budgetet, mondjuk egy 5-10%-ot ennek a különbségnek a kezelésére, a bérésnek a szűkítésére. Kollektív megállapodásokat kötnek, akciókat szerveznek rá, külön megnézik, hogy melyik ágazat, hogy van lemaradva, és annak speciális megoldásokat keresnek. Tehát Európa országai keresik az utat. Tehát nincs egy és üdvözítő, tehát nincs ilyen, hogy ott a reszert és előveszik és megfőzzük, hanem nekünk kellene ezt kimunkálni. Átlagosan a minimálbér átlépése és 5-10 ledolgozott év után jelentkezik a bérrés. A karrier és a családépítés megkezdésével a munkáltatók jellemzően a férfiakat látják stabilabb munkaerőnek. Ezért is lehet a különbség meglepően magas százalék, tette hozzá Herceg Mária.